Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és ezen a fantasztikusan szép napsütéses júniusi reggelen nagy örömömre szolgál, hogy a telefonvonalon, ha minden igaz, itt van velünk Orha Zoltán. Zoli, hallasz engem? Minden igaz, jó reggelt mindenkinek. Na, hát ezzel sikerült igazolnunk, hogy minden igaz, hiszen tényleg itt vagy, és hallasz. Ez egészen fantasztikus, hogy összehoztuk ezt a beszélgetést, ami egy egészen last minute ötlet volt, tehát nem is olyan régen, néhány órával ezelőtt mondhatnám, hogy egy nappal ezelőtt azt hittem, hogy ma egy egyemberes adást fogok tartani, amikor eszembe jutott, hogy igazából te azt mondtad múltkor, amikor beszélgettünk veled legutóbb, amikor Kulin Györgynek a nagy hatású munkásságáról beszélgettünk, akit ugye az égbolt apostolának nevezel a filmedben, amit készítettél róla. Szóval amikor róla beszélgettünk, akkor utána megemlítetted, hogy azért van még egy nagyon-nagyon fontos alakja a magyar csillagászatnak, és ha már itt tartunk, akkor a meteorológiának, meg az jó ég tudja mi mindennek még. Például a földmagnességnek. És a földmagnességnek, így van, Konkoli Tege Miklós. Akiről azt mondhatjuk el, ha már a Kulin Gyurka bácsit megemlítetted, hogy őt méltán lehet nevezni a magyar csillagászat Széchenyi Istvánjának. Hát igen, az egészen egyértelmű, és majd azt hiszem, hogy mire végigérünk ezen a mai adáson, azt hiszem, hogy ezzel a hallgatóság is együtt fog érteni, egyet fog érteni. Hát itt az egy olyan életútról van szó, ami hát eleve hát fantasztikusan izgalmas időkben zajlott, Konkoli Tege Miklós egész élete. Remélem, hogy majd ezt így át fogjuk venni, mert te egy vaskos dossziéval rendelkezel róla. Csak azt kérdezzem meg, Zoli, hogy hogy került a te érdeklődési körödbe az ő életműve? Hát ez nagyon egyszerű, mivel a gyerekkorom óta csillagász szerettem volna lenni, így hát előbb-utóbb találkoztam az ő nevével, és hát persze érdekelt az, hogy akkor ki volt ez az ember, mit csinált, stb. És amikor a televízióban ugye hát lehetőséget kaptam arra, hogy róla valamilyen formában filmet készítsek, akkor ezzel a lehetőséggel éltem, és ugye hát az első az egy, hogy mondjam, határon túli szerkesztőség égisze alatt sikerült ezt a filmet elkészíteni, mert hogy ugye Szlovákiában van Ógyalla, ahol van a Szlovák Központi Csillagvizsgáló, ez a mai neve, amelyet annak idején Konkoli Tege Miklós alapított. Ugyanakkor itt Magyarországon, amikor ugye az első világháború lezárult, akkor ugye hát Ógyalla az területileg már Csehszlovákiához került, onnan a műszereket átmentették Magyarországra, és ezeken a műszereken keresztül indult meg a korszerű csillagászati megfigyelés Magyarországon. Tehát Konkoli Tege Miklós úgymond a korszerű csillagászat atyaként tartják őt nyilván Szlovákiában, és tartjuk nyilvánvalóan itthon Magyarországon. Most képzeld el, hogy idefele jövet, beugrottam vásárolni valami reggeli féleséget, és akkor, hát ezt nem vettem meg, mert reggelire az ember ilyet nem iszik, de megakadt a szemem az Lati Bazsánt, vagyis Aranyfácán nevű méltán népszerű szlovák főzésű sörnek a dobozán, amit ugye Ógyallán, vagyis mai nevén Húrbánovóban készítenek. Pontosan. És már így rá voltam trénelve erre a ma reggeli adásra, úgyhogy én azóta azt gondolom, hogy ott azon a kis címeren tulajdonképpen az Ógyallai Csillagvizsgáló kupolája látszik.
Tehát minden sörös dobozon tulajdonképpen egy stilizált képe ennek a Konkoli által alapított csillagdának én szerintem feltűnik, de hát nem tudom, ezt te észlelted már ezt? Én még soha nem néztem ilyen szemmel rá erre a dobozra, de hát biztos úgy van az, hogyha valaki sok ilyen sört megiszik, meg még valami töményebbet hozzá, akkor csillagokat fog előbb-utóbb látni. Nem tudom, én még ilyen állapotban még sose kerültem, nem is óhajtok. Na jól van, legközelebb majd, amikor Suminszky Nándor kollégánkkal elemezni fogjuk a helyzetet, mert vele szoktunk ilyesmiket fogyasztani, akkor majd alaposabban megvizsgáljuk a dolgot. Na, hát igen, szóval elképesztően érdekes az egész élettörténet. Légy szíves, egy óriási kiterjedt nemesi családról van szó, mindenféle ágakkal. Hogy kerül egy ilyen nemes, sőt szerintem főnemes, gyökerekkel rendelkező arisztokrata a csillagászat bűvkörébe a 19. században, ugye 1842-ben született? Igen, január 20-án méghozzá Budán született, a szülei, hogy úgy mondjuk modern gondolkodású, felfogású emberek voltak, tehát ugye a reformkornak az eszmeisége az komolyan hatott a családi életre, és hát ugye Ógyalnán volt egy nagy birtokuk, többek között ott is, meg még más helyen is Magyarországon, majd erről gondolom, hogy tudok beszélni egy keveset. Hát ő magánúton végezte el az elemi, meg a középiskolát, és aztán ugye már itt Pesten járt egyetemre, matematika, fizika szakra, és a Jedlik volt például az egyik fizika tanára, hogy egy ismertebb nevet is hát megemlítsek. Na most hát ugye már nagyon korán, még jóval a egyetemi évei előtt tulajdonképpen ott Ógyalai birtokon egy ilyen kis valami sufniba, úgy mondjuk manapság, szeretett barkácsolni mindenféléket, és hát már működő gőzgépet állított elő, 12 éves korában például. De direkt megkerestem olyan irodalmakat, ahol kvázi ilyen lexikonszerű összefoglalással elintézi Konkoli tegét, és akkor hagy idézzem gyorsan az egyiket, mert ebbe aztán tényleg töménye minden benne van. Azt mondja, a magyarországi csillagászat újjáteremtője, a hazai légkörtani kutatások megszervezője, a hajózás és a vasút ügyének fáradhatatlan szószólója, maga is vizsgázott hajós kapitány és mozdonyvezető, az amatőr fényképezés egyik úttörője, a kitűnő zongoraművész és komponista. Ugye, tehát valaki egyszer azt mondta a Konkoli filmben, annak a kibővített változatában, ami már a magyarországi oldalt részletesebben ismertette, hogy valószínűleg ő volt az utolsó reneszánsz természettudós magyar oldalról. Hát íme, itt vannak hozzá a bizonyítékok. Azt mondja, nevét külföldön elsősorban, mint a fizikai csillagászat, asztrofizika és a modern műszertervezés egyik művelőjéként említik Magyarországon, azonban nem csekély érdemeket szerzett azzal, hogy fedelett kutatási lehetőséget adott a korszerű csillagászatnak, vagyonának nagy részét a tudomány előmozdítására és népszerűsítésére áldozta. Másfél ezer holnál nagyobb Komárom megyei birtokát pedig a magyar népnek ajándékozta. Tehát ez így nagyon töményen, röviden így jellemzik az ő életét és munkásságát, és hát azért ennél persze sokkal finomabb dolgokat és részletesebben el lehet mondani, hogy tulajdonképpen hogyan is alakult az ő élete. Tehát jogi pályára akarták küldeni a szülőket, hát abban az időben, ez nem csak abban az időben, ez manapság is egyfajta divat, de ő nem nagyon érdeklődött ez iránt, a természettudományok sokkal jobban izgatták. Éppen ahogy említettem, tehát hogy a matematika-fizika szakot elvégezte itt a Pesti Egyetemen, főleg aztán elsősorban ugye a csillagászattal kezdett foglalkozni, és külföldet járva, ugye Nyugat-Európában több csillagvizsgálót is megkeresett, érdeklődött, hogy ott milyen munka folyik,
megnézte azt, hogy milyen műszerek vannak, hogy azokat hogyan készítik el, stb. Stb. És az aztán a későbbiekben, ugye a saját birtokán, ógyallai birtokán rendezett be magának egy csillagdát, vagy rendeztetett be magának csillagdát, amelyről a következőképpen ír. De mielőtt tovább szaladnék, valamit ne felejtsünk el. De hát az ő nevének az írásmódja. Konkoli kötőjel nélkül. Tege, TH, Tege Miklós. I betűvel kell ejteni, mert ő is így használta. Na, akkor visszaszaladok. Na, de igen, ez egy érdekes és fontos dolog, mert egyébként ez egy ilyen kb. Töréspont, mert ugye nagyon sokan emlegetik ezt, hát ilyen értelemben helytelenül, a konkoly, mint ugye egy gyomnövény, kiejtésével megegyező módon, holott ugye elméletileg legalábbis a családnak ez az ága tudható, hogy Konkolinak ejtette, illetve hát ugye azt mesélted múltkor, hogy Miklós is így használta. Ő maga is így használta. Egyébként azon gondolkoztam, hogy nem mintha kételjeim lennének, csak egy érdekesség, hogyha belegondolunk, hogy igazából Kossuth Lajosról már van hangfelvétel, bár olyan, amilyen tudjuk a tornói beszéd. Róla lehetne, de akkor ezek szerint sajnos nincs. Igen. Nincs, viszont rengeteg följegyzés, újságcikk és egyéb más, ami megmaradt. Aha. Még egy fél pillanatra visszakanyarodva, csupán kíváncsiságból ránéztem az elektronikus telefonszám nyilvántartóra, ugye országos tekintetben itt a világháló segítségével, és mindenütt olyan konkordi tegéket találtam, akik kötőjellel írják a nevüket. Na most hát ugye a Miklósnak nem volt leszármazottja, tehát tulajdonképpen az az ág, ahol ő volt ott az utolsó képviselő, akivel ez az ág kihalt. Hogy aztán a családnak még milyen elágazásai és egyéb más, hát hogy mondjam, familiáris dolgai vannak, hát ennek nem nagyon tudok arról, hogy lett volna bármi olyan, hogy mondjam, elágazása, amely bekötni ehhez a Konkoli Tege Miklós családfájához valamilyen módon az illetőket. Tehát mondhatjuk, hogy az ő családfája ott véget ér és kész. No, a következőt írta ő ezzel a csillagászat iránti érdeklődése kapcsán, azt mondja. Mint a legtöbb magáncsillagdának, az ógyallainak eredete is onnan datálódik, hogy a csillagászatért lelkesedő magánember vesz magának egy többi kevésbé tökéletes távcsövet, amelyet lakóházának teraszára, balkonjára állít, és eleinte kedvelésből, laikus szemmel, később mindig növekedő buzgalommal és szakértelemmel vizsgálja az ég csodáit. Na hát ez így is történt, tényleg először csak mint műkedvelő foglalkozott az égbolt megfigyelésével, de aztán rájött arra, hogy hát ez egy nagyszerű terület. De azért erre már viszonylag hamar rá kellett, hogy jöjjön, nem? Mert azt olvasom, hogy 18 éves korában, vagyis 1860-ban, már ugye, ahogy mondtad is, hogy nyugatra járt, hogy ott már akkor Berlinben találjuk, és, igen, és a híres Encke, a Johann Franz Encke mellett dolgozott, igen, aki ugye az Encke üstökösnek is a névadója, de amúgy hát is egy nagy csillagász. Hát mondjuk a Saturnus gyűrűrendszerében az így van, az Enkerésnek, és amúgy ő maga meg egyébként a Gaussnak volt a tanítványa, meg segédje, szóval ilyen értelemben ilyen témavezető nagypapája tulajdonképpen a Konkoli Tege Miklósnak a Gauss. Érdekes. Szóval már akkor 18 éves fejjel már nagyon komolyan gondolta ő a csillagászatot. Természetesen, és nem csak az izgatta, hogy megfigyeléseket végezzen. Mert ugye hát az tényleg bárki a balkonjára állítva, stb. Nézelődhet a saját keftelése szempontját elővéve, hanem hogy ennek valami tudományos célja is legyen és hasznosuljon, ugye
az összes megfigyelés. Na most annyit azért tudni kell, az 1870-ben volt ez a bejegyzés, amit az imént felolvastam, hogy ebben az időben tulajdonképpen a csillagászat van két nagyon új terület kezdett villámgyorsan tértérülíteni. Az egyik a színképelemzés volt. Tehát ez azt jelenti, hogy a különböző égtestekről beérkező fény elemzésének a segítségével meg lehet mondani, hogy az onnan érkező fénysugár az milyen kémiai összetételű anyagnak a kibocsátása révén érkezett abba a megfigyelő eszközbe. Ezt a színképelemző területet először Fraunhofer kezdte el komolyan venni 1814-ben, aki a nap teljes színképét ugye állította elő, és aztán később a Bunsen és a Kirchhoff, szintén két német kiváló ember, a 1850-es évek végén, 60-as évek elején kitalálta a lángfestéses módszert, amely azt jelentette, hogy egy közönséges, mit tudom én, egy gyertyalángba például a kokáért bereszórtak, mit tudom én, konyhasót, mondjuk egy nagyon egyszerű dolgot, és a szín az ott elégett, és a színkép elemzővel figyelték egyszer azt, hogy hogy változik a lángnak a színe, másodszor, hogy akkor a színkép hogy fog kinézni. Na most ezt először kézzel lerajzolták, minden egyes színképben, ugye, hát most van folyamatos színkép, az azt jelenti, hogy ott a színek mindenféle átmenet nélkül figyelhetők meg, határozott átmenet nélkül figyelhetők meg, de a csillagok színképe úgynevezett vonalas színkép. Vagyis a minden egyes kémiai elemnek van egy egyedi színképe, ugyanúgy, mint az új lenyomat az ember esetében, és meghatározott vonalakon történik a fénykibocsátás. Na most nem lehet összekeverni két elemet, mert mindegyiknél ez más és más. Persze az ottani fizikai viszonyok beleszólhatnak a színképnek a profiljába, és meg egy csomó minden másba, de ebben most nem menjünk bele. És ez a vonalas színkép tanulmányozás indult el teljes gőzelővel Bunsen és Kirchhoff alapvető munkássága révén, és itt ismerte föl Concori azt, hogy hát bizony, ez egy nagyon új és egy fontos terület a csillagászatnak, amiből aztán később az lett, hogy asztrofizika, tehát hogy a csillagoknak vagy az égitestnek a fizikai állapotára tudunk következtetni a színkép rögzítése által. És olyannyira egyébként, hogy ez persze remélem azért egy valamennyire ismert tény, de mindenképpen érdekes, hogy pont amikor még az ifjú kutatói éveit töltötte Concori Tege Miklós, akkor volt az, hogy éppen a nap színképből 1868-ban felfedezték, nem ő, mások, de felfedezték a héliumot. Igen, hát ugye? A hélium Tehát, olyan elem, ami a földön is elképzelhető, csak eddig senki nem vette észre, és a napra kellett nézni ahhoz, hogy megtaláljuk. Hát a hélium elnevezés nem véletlen, a héliós, ugye van. Török napisten, tehát, és a normál, hogy mondjam, földi fizikai viszonyok között itt a héliumot elemi formában nem fogjuk megtalálni. Pedig hát ugye a világegyetem anyagának nagyjából 20%-a hélium. Tehát azért nagyon nem mindegy, hogy a héliumot csak úgy egy kézlenyindéssel elintéznénk. Igen, csak amit minden gyerek tud, most már, hála Istennek, a lufikból, hogy hát a hélium könnyű, és ezért könnyen elszáll, viszont hát a nap az meg jó nehéz, és megtartja. Kicsit leegyszerűsítve a helyzetet. Igen. A négy darab protonból keletkezik egy darab hélium atommag, miközben az E egyenlő MC négyzet, Einstein-féle zseniális összefüggés megmagyarázza, hogy sugárzó energia keletkezik, ugye, tehát az úgynevezett hiányzó anyag, idézőjelben a tömegdefektus, nyugodtan megmagyarázható hibátlanul. És ennek köszönhetjük földi létünket, ugye, hogy ez a napocska 4,5 milliárd év óta megbízhatóan végzi idézőjelben a belsejében, ugye a központi területén ezt a bizonyos atommag fúziót, és akkor itt mi megörülhetünk a Földön, hogy jaj, de jó nekünk.
A másik alapvető terület, ami szintén gyökeres változást indított meg, az az úgynevezett fotográfia bevezetése a csillagászati megfigyelésbe. Tehát ugye addig vizuális megfigyeléseket végeztek. Hát aztán, hogy ki mit rajzolt le, meg hogy jegyzett föl, meg stb. Na most ugye a fotográfia, hát az ugye, objektív megfigyelést tesz lehetővé, nem függ az egyénnek a megítelő képességétől. Ez az egyik nagy előnye. A másik nagy előnye, amire az ember is szem nem képes, az, hogy egyesíteni, integrálni tudja a beérkező fényáramot. Tehát, hogyha egy fényérzékeny anyagot mondjuk egy percig világítunk meg, egy beérkező csillagról érkező fényjel, vagy öt percig, vagy stb., akkor ugye más fontos információkhoz fogunk jutni, és hát ezt a kettőt ő azonnal fölhasználta, ezt a két új területet, és alkalmazta. Amellett persze, hogy beszerzett nagyszerű minőségű műszereket, ezeket ugye leginkább Németországból, most maradjunk a mai elnevezése, mert akkor ugye mindenféle... Hát akkor ugye gyakorlatilag Berlinben volt ő, tehát az Poroszország volt még a 1860-as években. Ilyen grófság, meg a olyan hercegség, meg a frász tudja. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy onnan történtek a beszerzések, de volt olyan távcsöve is, egy tükrös távcsöve, a Browning cég szállított le neki, például a kokáért, és ő alkalmazta a fotográfiai elve és a fotografikus megfigyelést, hogy mai korszerű nyelven ezt megfogalmazzam. És olyan munkát végzett, nem csak egyedül már, mert ugye vett föl munkatársakat is, akiknek elmagyarázta, hogy mit és hogyan kell csinálni, hogy már egy valóságos kis kutatóbázissal kezdte kinőni magát az ógyallai magáncsillagra, és olyan színvonalon végezték a megfigyeléseket, a spektroszkópiai munkát, és emellett a fényképezést is, hogy világszínvonalra emelte ezt az intézetet. És mindenhol ismerték, ugye az akkori tudományos világ ugye gyakorlatilag Európát jelentette, a tengeren túlon ott még bimbóztak ezek a dolgok, tehát az majd a későbbiekben kap jelentőséget. Tehát végül is ő aztán tényleg az ismeretlenségből kiemelte ezt a kis települést, és egy Európa hírű csillagda jött létre, és működött ógyallán. Az első számú, talán a legkedvesebb megfigyelési területe Concordinak a nap volt. És azért fontos ezt hangsúlyoznom, mert mind a mai napig a szlovák központi csillagvizsgálóval napfizikával foglalkoznak. Tehát az, hogy amikor derült az égbolt, akkor ugye a napon látható különböző jelenségeket lerajzolják, lefényképezik, illetve spektroszkópiai munkákat is végeznek, megfigyeléseket is végeznek. Valamint rádiós megfigyeléseket, tehát nem csak az optikai tartományról beszélek én. És azt jól tudom szerintem, ismerve a Facebook oldaladat, hogy te azért elég aktív kapcsolatban vagy az ógyallai csillagászkörökkel, mert elég gyakran posztolsz például aktuális napfelvételt, hát amit az ógyallaiak készítenek. Tehát, szabad volt, nekem megengedték, hogy felhasználhassam, és hát én ezzel éltem is, ugye, mert amikor nekik megfigyelésük van, akkor megvan az a bizonyos webhely, amit én tudok, hogy ahova ők ezt fölrakják, és ezt én onnan egész egyszerűen átmásolom, és fölteszem itt a érdeklődőknek a Facebookra, és egy kicsi szöveggel ellátom, hogy mikor készült arra, hogy mikor készült a felvétel, mennyi a napfoltára, a tipszám, stb. Ezek hasznos információk, mert éppen úgy nézünk elébe, hogy nap tevékenységi maximum előtt vagyunk, vagy már nyakig benne is ülünk,
de hát ezt mindig utólag lehet megítélni, hogy mikor volt a maximum. Hát igen. Mikor máskor, mint amikor az emberiség vissza akar menni a Holdra, pont éppen egy aktívabb nap volt, naptevékenység várható a következő 5-6 évben. Hát akkor fogják kapni a különböző töltött részecskéket, elég tisztességesen. Igen, szóval ez egy nagyon fontos kutatás. Hát hogy a csodában, ezt úgy hívják, hogy űridőjárás egyéb iránt, amit most felemlítettél. Hogy milyen a parallaxis? Tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató? Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lépj be univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Parallaxis Univerzumban. Segíts tudományos ismeretterjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass premier előtt podcastünk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát. Kizárólag a Patreon oldalunkon. Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis Podcast. A hosszabb jobb. Patreon.com/Parallaxis. No, kanyarodjunk egy kicsit vissza Concordiához, mert vészesen fogy az idő, ránéztem az órára. És hát ugye a másik, vagy a sokadik nagyon fontos tevékenysége volt a műszerkészítés. Tehát ő saját maga talált ki különböző a megadott megfigyelési területhez illeszthető berendezéseket. Ezt ő saját maga rajzolta le, tervezte meg, és készítette el. Mert Ógyallán volt egy külön műhely, amelyben ő dolgozott. Tehát például egy esztergát simán tudott üzemeltetni, működtetni, és minden műszaki dologgal tisztában volt. Sokszor fordult elő, hogy ami távcsövet leszállítottak, hát kisebb-nagyobb módosításokat hajtott rajta végre, mielőtt használatba vette volna. Na most az első ilyen nagy dögnehéz műszer, hogy így fogalmazzak, az egy Browning gyártmányú tükrös távcső volt, de másfél tonnás volt, azt írják itt, ez az egész az állványa, tehát a távcső állványa legyütt minden, hát azt már nem lehetett csak úgy az erkére föld kirakni. Most akkor kezdett kiépülni a Csillagászati Intézet, hogyha így az épületeit nézzük. Nagyobb kupola, kisebb kupola, önálló, különálló, kiskupola, stb. Tehát ha kimegyünk, vagy elmegy valaki most Hurbanovóra, illetve hát Ógyallára, vagy Szaragyalá, ugye, hogyha a szlovákul akarom szó szerint mondani, akkor ott ezt mind megtalálja. Gyönyörű szépen helyreállítva, helyrehozva, és ápolgatva, simogatva, szeretgetve. Most az az adalék egyébként, amit én közben megértettem az internet erejével, hogy én azért láttam ezt a címet. Az Leti Bazsanton, mert hogy ez a Hurbanovónak a címere. Ja, hogy a városi tehát, hogy konkrétan a városi címer az maga, ez az ikonikus két kupolás intézet. Igen. Hát ez nem is csodálkozom rajta, hiszen hát úgy valamiről írás. Na jó, most hagyjuk a sörgyárat egyelőre, nézzük a tudományos oldalt, hát a csillagdáról. Úgyhogy ez teljesen természetes, hogy így van. Egyébként, ha már itt a sört szóba hoztad, én nagyon szeretem a aranyfálcán sört, csak ennek kicsi szépséghibája van, mert az eredeti recept alapján főzött sör, hát, hogy úgy mondjam, pút alól lehet hozzájutni. Ezt legalábbis az ottaniak mondták, nekem meg hoztak is ilyet. Na, menjünk vissza a tudomány mezeire. Tehát Concordi, mint műszerkészítő is megjelenik a nemzetközi porondon, könyveket is ír egyébként, tehát a távcső tervező kézikönyvet jelentett meg 1883-ban, valamint a csillagászati fényképezésről 1887-ben jelenik meg egy általa megírt könyv. Tehát, és hosszú időn keresztül ebből a műszer építő, készítő könyvből
hát hogy mondjam, bibliaként használták Németországban is többek között. Tehát méltán lehetünk erre is büszkék ilyen módon. A másik dolog, ugye, hogyha már ugye a Gyurka bácsi szóba került az elején, szóval ugye Gyurka bácsi is egy ilyen hazai amatőr csillagászat teremtő személyiség volt. Gonkoli pedig tudományos oldalról nézve a korszerű csillagászat, apostola, most megint használom ezt a szót, apostolának is tekinthetjük, hiszen például a Kokáért nagy tagyoson is volt neki birtoka. Ez ott van Tatához közel. A szomszédja pedig Podbonyszky Károly nemes ember volt, és hát jó értelemben véve megfertőzte a csillagászat szeretetével. Nosza rajta Podbonyszky Károly belevásárolt egy nagyszerű minőségű távcsövet, ami mai napig megvan egyébként, és ő is elkezdett csillagászattal komolyan foglalkozni. Aztán Gotthard Jenő a Szombathely melletti Herényben obszervatóriumot épített föl, és ott kezdi el ő is a spektroszkópiai munkát többek között, meg a csillagászati fényképezést. Amiről talán a legismertebb Gotthardnak a neve az az, hogy a Líra gyűrűsködő, az M57-es katalógus számú planetáris kör központi csillagát ő neki sikerül fotografikusan megörökíteni. Tehát ez egy alap dolog. Na most aztán, még tovább megyek. Kiskartal, Aszód mellett egy apró kis településnek, maradjunk a településre. A Podmanyszky családnak a birtoka volt ott, és Podmanyszky Frigyes név szerint, az a bizonyos Podmanyszky Frigyes, aztán ugye, akit Budapesten városépítőként nagy hírnevet szerzett, és róla utcát is neveztek el, építetett föl csillagdát, és a felesége Somburg Berta végzett ott megfigyeléseket, illetve odahívták Kövesligeti Radót, aki már korábban az Ógyalai csillagdában is dolgozott, hogy végezze el a megfigyeléseket. És megint egy híres dátum, 1885, éppen felrobban egy szupernova az Androméda galaxisben, és ezt Kövesligeti Radó fedezi fel. Tehát van itt sok-sok nagyon érdekes dolog, amiről érdemes beszélni. Na most, tehát Konkolinak köszönhetően Magyarország több helyén indultak meg a korszerű csillagászati munkálatok. És még arra is hatással volt, hogy Kalocsán, ugye a Hajnald Obszervatóriumban, a jezsuita rend égisze alatt Fényi Gyula végez nap protuberancia vagy napkitörés vizsgálatokat részletesen, hosszú időn, több évtizeden keresztül mindezt. És ezzel gyakorlatilag Ógyala mellett az a másik olyan intézmény, ahol a nap megfigyelése folyamatos munkát ad a megfigyelő csillagász számára. Természetesen a napfizikán kívül más megfigyelésekkel is foglalkozott Konkoli, és mindezeket a megfigyelési eredményeket évkönyv formájában tette közzé német nyelven, mert ugye a kornak az így mond globalizált nyelve, ha szabad így fogalmazni, az a német volt, aztán csak később lett az angol, mint tudjuk. És hát ott meg lehet nézni, hogy például mitől a Jupiterről készültek rajzok, a Mars bolygó felszínéről készültek rajzok, üstökös megfigyelések, színkép felvétele is megtörtént, például a Kokáért meteorok megfigyelése is, az étlapon volt, és még tulajdonképpen minden csillagászat. Most említetted a Jupitert, egy érdekes adalék, igen, amit nemrég osztott meg velem Illés Erzsébet, emerita csillagász, hogy amikor ugye 90-es évek elején becsapódott ugye a Shoemaker Lévi 9 üstökös a Jupiterbe, és igen, akkor ugye óriási nagy
sebb helyeket hagyott, amik aztán jó ideig látszottak a Jupiteren. Hát a légkör. A légkör. Hát persze, hát igazából csak a légkört látjuk abból. Igen. Na, de az érdekesség az, hogy akkor ők ott az archívumban megnézték a Konkoli-féle eredeti rajzokat. Aha. És képzeld el, hogy kiderült, hogy éppen az általad is említett Jupiterről készített rajzolt vázlatok ban hasonló helyek látszanak, vagy akár úgy is interpretálható foltok vannak, amik elég egyediek, tehát elképzelhető, hogy ő rögzítette egy akkori hasonló Jupiterbe becsapódó üstökös vagy üstökös csomagnak a darabjait. Ez nagyon érdekes, számomra teljesen új információ volt, ez nem ment olyan nagyot ez a híra, de ez mindenképpen egy tudománytörténeti érdekesség szerintem. Hát, hogy ne lenne az. Na jó, hát azt tudjuk nagyon jól, ugye a Jupiter az hát igen nagy tömeggel rendelkezik, még a nap tömegéhez képest is óriásinak számít a bolygók világában, és hát gyakorlatilag mint egy óriási mágnes, ugye, beszipkázza a naprendszeri törmeléket, ha szabad így fogalmazni. Tehát valószínű, hogy a Schumacher lévi mag, ami ugye darabokra szakadt előtte, becsapódása, illetve a Konkoli által megfigyelt jelenség abszolút nem lehet egyedi ilyen szinten, hanem elég gyakran előfordul, csak hát lehet, hogy pont olyankor, amikor éppen a Jupiternek azon az oldalán, amit innen éppen akkor nem látunk. Tehát hát, igen, minden esetre azért elég kevés ilyet figyeltek meg úgy rendesen. Hát ez így tehát igaz, mindenképp mondod, egy igen. Na most akkor azért egy-két érdekes dolgot szabad megemlíteni a színes egyéniségéről, meg az életéről. Például Munkácsi Mihállyal nagyon jó kapcsolatban volt, és hát országgyűlési képviselő is volt. És azért ugye sokszor volt ő Budapesten. És a Rizben lakott, az egy előkelő hotel, és hát oda annak az étteremben vacsorázott. Például Munkácsi Mihállyal egy alkalommal, és az ottani zenekar elkezdte játszani Konkolinak az egyik csárdását, hát amit ő szerzett. Na, mi se kellett több, Konkoli felállt szépen, az asztaltól odament, kivette a prímás kezéből a hegedűt, és játszotta tovább az egészet, a Munkácsi Mihály felállt, és elkezdte énekelni a szöveget. És amikor befejezték, dörgő taps, meg éljenzés, meg minden egyebek, stb. Fogadta ezt a dúót, és akkor azt mondta a Konkoli a munkáncsának, figyelj ide, Mihály, lehet, hogy te világhírű festő leszel, lehet, hogy én híres csillagász leszek, de hogy soha többet nem lesz ekkora sikerünk, mint most, abban biztos vagyok. Hát igen. Jó, úgyhogy humora is volt egyébként. És hogy még mennyire, ugye Heidelbergbe ő visszajárt egyébként rendszeresen, úgymond, egyéni továbbképzésre a mai szóhasználattal élve, és 1890-ben ott találkozott Eötvös Loránddal. És hát ugye ismerős volt, tehát kölcsönösen ismerősek voltak egymásnak. És itt van egy könyv az orrom előtt, Horváth Árpád, kiváló tudománytörténész írta annak idén a Varázsinga címmel, hogy az Eötvös Loránd életét örökítette itt meg, és a következő idézet, amit mindenképpen érdemes felolvasni, szintén azért, hogy azért a Konkoli nem egy ilyen, hogy is mondjam, tényleg egy reneszánsz embernek tekinthető. Azt mondja, hogy elment a diáksörözések színhelyére az ismerős Kellerbe, ahol leült egy üres asztalhoz ebédelni. A szomszédos asztalnál kecske szakállas, már Eötvös Loránddal van szó egyébként. Azt mondja, a szomszéd asztalnál kecske szakállas férfi ült, sör emellett, na ő a Konkoli Tehe Miklós, és zsebkönyvébe vázlatokat rajzolt. Eötvös kicsit ismerősnek látta, gondolta, talán mérnök vagy művész, de aztán ebédjével kezdett foglalkozni, és megfeledkezett róla. Nem messze tőlük besöröző diáktársaság hangoskodott, az asztal főn egy ősdiák szónokolt, jó 6-8 éve járhatott már az egyetemre, de vizsgálhitól láthatóan még messze volt. Nagy hangú megjegyzéseket tett a kecske szakállásra, aki sehogyan sem akarta őt észre menni. Végül odament az asztalához. Az idegen
aki műszeralkatrészeket rajzolgatott a könyvébe, azon vette észre magát, hogy a diák az orra előtt hazonászik. A szóváltásból provokálás lett, a diák kívta az idegent párbajra. A német diákok akkoriban ugyanis azzal mutatták meg, mennyire vitézek hősök és lovagok, hogy folyton párbajoztak. Persze csak úgy, hogy komoly sérülés ne származzék a viadalból, csak egy vékony kardvágás az arcon, aminek nyomát aztán egész életében büszkén viselhetik. Szabályszerű párbajhoz segédek is kellenek, és az idegen a hozzá legközelebb ülőt, Ötvöst kérte fel. Ötvös már bosszúsan arra akart hivatkozni, hogy átutazó külföldi megy a vonatja, de hallja ám, hogy a bemutatkozó Konkoli Tenge Miklós Magyarországról. Hírből jól ismertek Honkorit, lapokban is látta a fényképét, azért volt olyan ismerős. Kisalföldi földbirtokos volt, aki úgy allán azt mondja, hogy saját pénzéből csillagdát rendezett be. Azt mondja, hogy pillanat, mert itt most látom, mekkora sajtóiba van. De hogy mekkorák az esélyek? Hogy egy ilyen jelenetre sor kerül, addig pihenjünk meg és értékeljük ezt. Na most, azt mondja, hogy ötös aggódott, hogy baj lesz a párbajból, de Konkori csak nevetett. Másnap reggel a környékbeli erdők egyik tisztásán találkoztak, volt ott minden, díszes tokban rejtező elöltöltő pisztolyok, cilinderes segédek, egy szóval nagy hókusz-bókusz, ami mind szükséges volt, hogy a háborútlan Európában valami hős cselekedetet vihessenek végbe dologtalan, kötegedő egyének. Mielőtt hozzáfogtak volna a szigorú szabályokba foglalt vérengzéshez, Konkori csak úgy gyakorlásként egy ezüstpént feldobott a levegőbe, és pisztolyával rálőtt. A golyótól eltalált pénzdarab összegörbülve nagy sivításra felrepült, és amikor lehullott a cilinderes segédek, komikus hajlongással keresték meg a fűben. A nézők hüledeztek, majd a segédek összedugtak a fejüket, és megállapodtak abban, hogy a kihívó fél idegkimerültsége következtében a párbajt befejezetnek tekint. Na jó, de hát nem is pisztolypárbaj lett volna, vagy igen? Vagy az. Hogy? Az pisztolypárbaj, ja, jó. Az ősdiák bocsánatot kért, és a társaság visszavonultak. Na, ekkor hát... ezzel kezdődött Ötvös és Konkoli barátság. Igen, de ez igen, szinte teljesen kortársak teljes, mert ugye egyik 42-ben, másik 49-ben, 48-ban született, ugye, és hát aztán ugye az első világháború idején halt meg 16-ban. Konkoli és 19-ben a Komcsik tevették már el az Ötvöst, de igen, tehát a tanácsköztársaság idején hunyt el. Szóval hát teljes mértékben párhuzamos élet tud ez a két óriás, és akkor onnantól kezdve ők ugye akadémikus is lett, tehát egyébként azt azért jegyezzük meg, hogy nagyon kevés, igen, azt mondjuk, hogy persze, de a végig tekintünk az MTA rendes tagjainak a listáján, hogy hány csillagászt találunk ott, nagyon keveset, most ugye van a Kis László, de hát ő is előtte tulajdonképpen, volt a Detre László. Így van, előtte volt a Detre László, és még talán még 2-3 embert lehet felsorolni, most nem néztem végig, de azért elég ritka. Na most ritka. Annyit azért tudni kell, hogy az akadémia osztályok között nincs csillagászati osztály, igen, hanem fizikai tudományok osztálya van, tehát ott kell keresni csillagászokat. De így van, persze. Hát a Marsz György is valamennyire néha a csillagásznak vallotta magát, néha lehet, hogy ez egy érdekes kérdés. Hát ő leginkább kozmológiával foglalkozik. Igen, meg atomfizikával, igen. Na hát, igen. És aztán... Az egy elkerülhetetlen kérdés, nem tudom, hogy ennek most van az ideje, nem akarok előre szaladni, igen, hogy hát az örökségnek az a része, aminek eredményeképpen aztán ugye Trianon után Magyarországra, igen, jutottak a műszerek. Igen. Ugyanláról, hogy egy részéről már beszéltünk, mert a Kulinos adásban szó került a Gustav Heide féle tükrös távcső, ami az uránia csillagvizsgálóban volt sokáig. Az a 20 cm-es Merz refraktor. És azt is Ogyalláról hozták át Trianon után. Meg 25 cm-es nyílású, szintén nagyszerű refraktor, amely egy jó ideig a debreceni botanikus kertben lévő napfizikai obszervatóriumban szolgálta a nap fotografikus megfigyelését egyébként,
és meg egy jó pár olyan műszer, amely mai napig megvan. Ehhez hozzá kell tegyem, direkt rákérdeztem az ógyalaiaknál arra, hogy használtok-e ma ott olyan bármilyen berendezés, legyen az akár egy spektroszkóp, vagy teljesen mindegy misoda, ami Konkolitól maradt meg, azt mondták, hogy nem. Minden, ami van használatban, hogy így mondjam, tehát nem kiállítási tárgy, múzeumi tárgyként találjuk meg, az itt van nálunk. Amiről még nem beszéltem, és hát most elnézést, szóval igazságtalan lenne, ha ezt kihagynám, szóval a meteorológia is a földmás mágnességtani oldala Konkolinak. Tehát az a széles érdeklődési kör. Ugyan ő nem volt meteorológus, de felismerte azt, hogy ennek milyen óriási jelentősége van, és így ahol van az Ógyalai csillagda a főút túloldalán, pont szemben, ott van a Szlovák Meteorológiai Intézeti épület, illetve földmágnességtani obszervatórium szintén, amelyben, érdekességképpen mondom csak, egy Mainkamp-féle szeizmográf, tehát ugye föld rezgéseit érzékelő egyszerű szerkezet is mind a mai napig működik, ezt is a Konkolinak lehet köszönni. Többek között. Tehát abszolút itt a természettudományok. Na de akkor az ott maradt, azért legyünk akkor igazságosak, tehát hát minden műszert hoztak át. Igen. Bocsánat, mind a mai napig mennek a meteorológiai megfigyelések és a földmágnességtani megfigyelések is, hozzá kell tegyük, ami azért fontos mondjuk a meteorológiára visszatérve, mert tulajdonképpen ez az az időszak, amitől kezdve már napi meteorológiai információkat találunk, tehát amikor azt mondja a meteorológus, hogy az átlaghoz képest így meg az ízé, meg a bizé, akkor az arról vonatkozik, hogy onnantól kezdve följegyzett adatokból összegezve ahhoz képest az időjárás így vagy úgy fog alakulni. Amit ő megtett, és 1890-ben itt Magyarországon kinevezi a király a Magyar Meteorológiai Intézet elnökének, ami ugye korábban azért már létesült, az osztrák Schenzel Guido volt az elnök, és azt a Konkoli vette át ennek az ő helyét. Az akkori intézet nagyon szerény körülmények között, tehát kis létszámmal, rosszul felszerelve, hát eléggé előnytelen, ilyen, hát kvázi ilyen albérlet jelleggel üzemelt Budapest területén. És ő hosszas-hosszas küzdelem árán elérte, hogy 1911-ben, amikor ő nyugdíjba vonul, akkor át tudták adni az OMSZ-nak a mai Kitaiber Páli nagy székházát. Ez egy óriási eredmény volt. Ő volt az, aki bevezette a meteorológiai följegyzések távolréti úton való továbbítását. Tehát nem a lovas futár jött, hogy hát mit tudom én, Kispiripó Csalson, ennyi volt a hőmérséklet, meg ilyen irányú volt a szél, hanem igénybe vette az akkori legkorszerűbb, hát hogy is mondjam, informatikai rendszert mai szóhasználattal élve. És végül is azt mondja, hogy 1498 észlelő állomás volt akkor Magyarországon, amikor ő nyugdíjba vonult. Egyébként az OMSZ épületére, itt a budapesti Kitaiberpál utcai épületének homlokzatára az volt kírva, hogy a meteorológiai és földmágnességtani intézet. Aztán a földmágnességtan az ugye egy külön helyre volt, tehát hazánkban. Így van. Na, ugye... azt mondja, hogy... Tessék, mondjad! Na, csak annyit akartam elmondani, még ez egy talán ebben a ponton ide kapcsolódik, hogy nekem van egy 7 éves kollégánk a rakétafüsttel rögzített beszélgetésem, amit még mindenképp le fogok játszani, amely azért kapcsolódik ide, ha már a műszerparkról beszélünk, mert természetesen nem csak általad említett debreceni, meg a korábban mindkettő által említett urániás csillagvizsgálóbeli műszer jött Ógyalláról, hanem persze a svábhegyi csillagvizsgálónak
is a műszerparkjának egy tekintélyes része, és éppen ezt látogattuk meg múlt héten a 7 éves szakértő kollégánkkal, úgyhogy ezzel kapcsolatos interjúnkat most bejátszom. Itt van velem Rakétafüst kolléga, akit már régóta nem hallhattunk egyébként a műsorban, pedig már sokan hiányoltak, de most teljesen a témába vág a kérdés, mert a Schwab-hegyi csillagvizsgálót látogattuk meg Rakétafüst kollégával múlt hétvégén, és ezzel kapcsolatban szeretnélek kérdezni, hogy mi minden történt ott, és milyen érdekességeket lehetett látni és csinálni. Tehát sokat láttuk a Vénuszt nagy távcsővekkel, meg még nagyobb távcsővekkel. Tehát voltak a kisebbek, amik akkorak voltak egy picit kisebbek, mint egy hordó, de a hosszúság az másmilyen volt, és akkor így egy picit részen bele lehetett látni. Ott néztük a Vénuszt. Aki egy picit nem tudja, tehát nem annyira ismeri a bolygókat, az simán nézhette volna azt a holdnak, és aztán megnéztük kettő csillagot, mert ott nem emlékszem, hogy melyik csillagképből, még egy harmadikat is megnéztünk volna, de azt nem láttuk. Aztán meg már a következő bolygóra állították. Vannak ilyen kicsi kütyűjék, amik olyanok, mint egy nagyon fejlett telefon, és akkor ezek tudnak kommunikálni a távcsővel, és egy laptoppal tudják beállítani, és azon látják a koordinátákat. És akkor látják a csillagnak, vagy a bolygónak, vagy amit szeretnének megnézni a koordinátáját, és a távcsőnek a koordinátáját. És a csillagvizsgáló kupoláján kívül mi mást lehetett még ott megnézni? Igazi vasmeteoritokat lehetett nézegetni, meg lehetett fogni a legnagyobbat, lehetett nézegetni ilyen holdkőzeteket, macskőzeteket, meg ilyesmiket. Na és akkor aztán mentünk a csillagvizsgálóba, de azt már meséltük, és akkor így volt ilyen bolygószagoló, ami egy picikét így, tehát abban nem teljesen kellemes szagok voltak. Ez, hogy bolygószagoló, meg lehetett szagolni a bolygókat. Hát, hasonló, kikeverték ilyen kimia cuccokból a bolygók szagát, hogy milyen lehetne ott. Aztán lehetett a holdat, meg ilyen különböző részeket, és akkor a legfurább a macspoda volt. Tehát azt a marsporát elő tudták teljesen állítani, és annak úgy, hogy legyen szaga, tehát az jó volt. Tehát igen, azt is meg lehetett szagolni, és akkor... Hát ez tök poén. És voltak ott a fényekkel és az égéssel kapcsolatos kísérletek is. Azt is megtanultuk, hogy a tűznél a sárga részéhez jetsz hozzá, meg a piroshoz, akkor az a gyengébb része, és a kék az a veszélyes része. Tehát a kék ízás az melegebb, ugye? Aha, és az már nagyon tud égetni. A gázszedelő is mondta, hogy otthon ezt nem próbáljuk ki, de azért így bemutatta, hogy a sárga fénybe bedugta az ujját, de úgy, hogy a kékhez ne érjen. Ja, igen, és egyébként azt tudtad, hogy az a távcsőnek az egyik része, az több mint 100 éves. Igen, tudtam. Köszönöm szépen a beszélgetést. Na, tehát a legifjabb generáció élményeit hallhattuk, és most akkor vissza is térünk, hogy Zolihoz, aki remélhetőleg tudott egy picit szusszanni. Köszönöm szépen, érdeklődve hallgattam a dolgokat, és vészesen fogy az idő, úgyhogy egy kicsit begyorsít. Helyes. Kevesen tudják talán azt, hogy az a 60 cm-es tükrös távcső, ami abban a nagy kupolában található. A műszert még Konkori Tege Miklós rendelte meg. Tehát tulajdonképpen ez is az ő nevével köthető össze. Csak ugye nem tudták időben leszállítani, Németországban meg kizört az első világháború. Így ezért aztán jócskán Konkori halála után kerültet végül is oda a Schwab-hegyi nagy kupolába ez a akkor
nagyon-nagyon nagy teljesítményű távcsőnek számító műszer. Na, azt mondja, hogy ajándék a nemzetnek. Tehát Konkori Ceger rájött arra, hogy hát előbb-utóbb ugye itt azért lépni kell valamit. Olyan értelemben véve, hogy jó kezebe kellene, hogyha ez az egész intézet, amit ő ott létrehozott, hát nem kutyabetyélni kell magyarán mondva, és megpróbált az állammal úgy tárgyalni, hogy ő szívesen odaadná, úgymond ajándékként, az egész Ógyalai parkot tokkal, vonóval, kupolástól, mindenestől, mert hogy gyermekem nem lévén, stb. De hát elkezdett húzódozni az állam, hogy tetszett nekik a dolog, de hát az rájöttek arra, hogy hát ezt nem elég csak átvenni, hát ezt működtetni is kell, fönn kell tartani, mint pedig hát ugye bár pénzbe kerül. Tudja mindenki nagyon jól. Na most akkor Konkori húzott a 19-re egy lapot, és korának egyik nagyon híres társaságát, az Astronomische Gesellschaft, tehát a Német Csillagászok Egyesületről van szó, tudós társasága, egyik ülését Budapesten rendezték. Ahol Konkori kihasználván azt, hogy ő már parlamenti képviselő, stb. Meg már ilyen kidíszített ember volt, tehát Ferenc József érdemrend meg a csodabogár, tudja még mennyi minden volt a díszruhájának az elejére tűzve, bevetette minden erejét, hogy elérje célját. És végül is beadta a deregát a magyar állam, és azt mondta, hogy hát jó, na, legyen. És 1899. május 16-án dátummal megszületett az ajándékozási szerződés, amit a Blasis nevezető akkori miniszteri tárcavezető írt alá. De ekkor ő éppen parlamenti képviselő volt, mármint Konkoli? Tehát hihetett, hogy még akkor is ilyen nehezen mentek ezek a dolgok. Hát, igen. De mentek, végül is megoldották. Igen. Hogy ott is, még itt a Pesti Egyetemen ez jól jött neki, amikor ott a parlamentben, gondolom én, ezek azok a mazok hozzászóltak, vagy nem szóltak, vagy mit tudom én, na jó, adjuk. Tehát a lényeg a következő, hogy végül is Magyarországnak lett Konkori vagyonán keresztül, és minden szán jó szándékán keresztül egy állami, korszerűen felszerelt, nagyszerű megfigyelési tervekkel ellátott csillagdája, amely Európa hírű volt. Tehát ezért mondtam én a Széchenyivel való összehasonlítást még az elején. És hát aztán Konkori ugye meghalt 1916-ban, méghozzá azt mondja, fölírtam, bocsánat, hogy az is januárban volt. Tehát akkor még előbb, mint Ferenc József, hát, aki ugyanabban az évben. Na, hát most. Igen, tehát. És kérlek szépen, a sírja ott van kint az Ógyalai Obszervatóriummal szemben az utca túloldalán, ott van, ahol ő nyugszik, illetve hát a családi sírbolt. És azon az obeliszken, amin a neve is van, a következő idézet olvasható. A szegény munkás itt a földön csak akkor nyeri el valódi nyugalmát, ha szíve megszűnt dobogni. Csak akkor nyeri el valódi nyugalmát, ha szíve megszűnt dobogni. Ezzel a elgondolkodható mondattal zártam én is a róla készített 50 perces századfordító magyarok című filmet, ahol Druga László, az Ógyalai Csillagda tudomány történésze, addig szlovákul beszélt a filmet, és egyszer csak azt mondta, hogy citujú, idézem, és elmondta magyarul ezt a mondatot, és abszolút felemelte a, hát hogy is mondjam, a filmet, abszolút a csillagos egekbe, ha úgy tetszik, jelképesen. És hát kicsit szomorúan mondom, a Druga Laci május közepén távozott el közülünk, aki rengeteget tett Konkori Tege a hagyatékápolását nézve, az eszmeiségének a továbbvitelében,
gyerekkora óta kötődött az Ógyallai csillagdához, egész életét ott töltötte, élte le, szervezett konferenciákat, előadásokat, stb. Csomó mindent, ami mind Konkori Dege Miklóshoz kapcsolódik. És hát ugye jött ez a szerencsétlen világháború, utána ez a hát ugye tudjuk jó, hogy mik történtek, és Tas Antal, az akkori csillagdai igazgató, rendelte el a műszereknek a nagyon gyors átmentését magyar területre, Ógyalláról. És hát ugye így ez lett az alapja a mostani csillagászati intézetünknek, úgyhogy ezért viseli Konkori Dege Miklós nevét ez az intézményrendszer, amelynek főbejárata a Konkori Dege Miklós útról nyílik. Konkorinak a neve az égbolton is megtalálható, még Kurin Györgynek köszönhetően két kisbolygó, Konkolya és Ógyalla. Nézve, vagy akkor ezek szerint Konkoliának kell mondanunk a kisbolygót is, ki tudja. Nagyon szépen köszönöm, ez egy igazán méltó és szép megemlékezés volt, és hát megrendülve hallom ezt a fejleményt, egyébként ezt a májusi halálesetet. Viszont nagyon szép, szerintem nagyon fontos volt, hogy tudtunk egy adást szentelni Konkori Dege Miklósnak és a munkásságának, és nagyon köszönöm, hogy elvállaltad. Sajnos az adásidőnk véget ért, úgyhogy... Még egy mondatot, ha szabad. Mindenképpen. Ógyalla 10 kilométerre van a Komárom szlovák részéhez. Tehát áttetszik menni a hídon, jobbra kanyarodni a Érsekújvár felé vezető országúton, és beérünk Ógyallára. Főútról balkész felé le kell kanyarodni, és ott van a szlovák központi csillagda, ami nyitott, és szeretettel várja az érdeklődő látogatókat. A tudományos munka mellett bemutató tevékenységet is végeznek. Van egy kis planetárium is, ahol előadásokat lehet meghallgatni. Tehát érdemes innen magyarul. Így van, mindenképpen, és én pedig ugyanígy szeretettel várom a hallgatókat is két hét múlva, amikor újra jelentkezik a Szokolébresztő, de most pánikszerűen elhagyom a stúdiót, ahogy mondani szoktam. Még egyszer Orha Zoltánnak nagyon köszönöm nagyon szívesen. Felemelő és megtisztelő jelenlétet, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Két hét múlva újra lesz Szokolébresztő. Addig is mindenki vigyázzon magára, jó napot és jó hetet kívánok. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.